mire gondolok, hogy mi lehet a legkomolyabb szempont egy ilyen raképrajtó megtervezésére és megépítésére. Hatékonyság. Nagyon fontos. Főleg a pénzügyes szakember is van a csapatban, akkor egy csoportban összeszedtem egyébként azt, hogy miről fogok gyorsan beszélni. És összeszedtem nagyjából, hogy különböző szempontok mennyire mennek nagy súlya, amikor egy rakéta hajtóművet tervezik el. Milyen érdekes egyébként, hogy az egyik legyen, ha a százas skálát kéne ábrázolni, akkor körülbelül 35%-át azzal foglalkozunk, hogy minél kívülő legyen a rakétahajtómű a környezet terhelés szempontjából. Ezen kívül, ami például a 15%-ot el tud foglalni az anyagtudományi szempontok, hogy ez miből lesz. Meg fogjuk tudni, hogy miért. Az nagyon kicsit nyom alatt van, gépészetileg mennyire megvalósítható a dolog. Nagyon egyszerű okai vannak ennek, mert nagyjából minden a képe egyforma, lényeges alkatrészeit tekintve. Ezen kívül valamennyire számolunk azzal, hogy mire fogjuk ezt felhasználni. Ugye nem csak űrhajóra szerelünk rakétát, hanem repülőgép szárnyára is esetleg. És ezen kívül a legerősebb súlya közgazdasági szempontoknak vannak, az árérték arány. Mekkora terhet tudunk elvinni, minél olcsóbb a termodinamikáról kevéssé lesz szó, csak nagyon dióhéjban fölépítve, hogy nagyjából milyen rakétahajtóműveket fogunk látni az előadás során. Kezdve a legelejével, még a második világháború ideje alatt kidolgozott lüktető hajtóművek, amelyek így nagyjából a határán mozogtak, hogy minek tekintjük, vagy a két állat a sugárhajtóműnek. Táblázatból egyébként láthatjuk, hogy több nagy csoportra bontottuk őket. Ugye a primitív hajtóművek, ez egy érdekes dolog, mert az ember ilyen primitív rakétákkal évente legalább kétszer találkozik. A születésnapja van is egy kicsit jobban elereszik a születésnapi bulit, akkor három alkalom is lehetséges. Majd ki fog tenni, hogy miért. A naív hajtóművek, ez gyakorlatilag a piacon megvehető egyszerűségük volt amiatt, illetve egyébként az űrhajókon is használnak ilyen hajtóműveket. Tehát ennek a palettája rendkívül széles. Egyszerű hajtóművek, ugye folyékony hajtóanyaggal működtetett hőviszonyerés nélküli rakéták, ezek általában egyszer használatosak, de már ugye kimentes a forgalomból, illetve az utolsó kettő fejlettebb hajtóművek, ezt már az űrkutatásban is szokás használni. Ennek van egy érdekes trükkje, hogy miért nevezzük őket fejlettebb hajtóműveknek. Nézzük az elejét. Húzáló hajtóműveket Németországban gyártottak rengeteget, amelyen Londont bombázták. Ez a V1-es rakéta. Akkor hajtómű. Professzor úrnak van igaza. Termodinamikailag a Lenoir-ciklust használja, ami termodinamikai zárt ciklusok között a legalacsonyabb hatásfokú. Egy egyszerű csövekből összeszerelhető rendszer kell elképzelni, ami előről veszíti a levegőt, és egy nyomásra záró szelep. A üzemanyag robbantás akkor bezár, és innentől kezdve a tágulás csak egy irányba folytatódhat. Amint a kilépő gázok elhagyták a fúvókat testet, az égéstér helyén alacsony nyomás, azaz vákum keletkezik, amely a szelepeket kinyitja, és az üzemanyaggal együtt a friss levegőt is az égéshez beszívja. A következő robbanáskor pedig a szelep ismét zár. Ennek egy saját természetes rezonanciája van, tehát nem lehet nagyon őket szabályozni.
tervezéskor eldől, hogy milyen fix hóerőt adnak le, ráadásul ciklikusan. Második hajtómű az úgynevezett naív hajtómű, és erre akartam utalni az elején, hogy gyakorlatilag, amikor az ember egy rakétára szerepet átlátul a levegőbe, akkor egy hasonló rakétahajtómű dolgozik, ami teljesen megerősebbítő. Ennek sem szabályozható az égése, és innentől kezdve a tolóerejet sem. Száraz hajtóanyaggal üzemel, amelyet meggyújtáskor már nem lehet megállítani, az, ami ki nem ég, addig a rakétahajtóhoz dolgozik. Hogy tudják szabályozni a tolóerőt, mikor milyen alkalmazásra van szükség, a töltetnek az alapját változtatják meg, és az időben, ahogy az égés folytatódik, látható, hogy ilyen különböző meneti diagramokkal rendelkeznek ezek a hajtóművek. Az űrhajókban azt hiszem, hogy gyorsító rakéták, amelyek száraz hajtóművekkel rendelkeznek, hasonló kivitelűek. A NATO-ban egyébként a 70-es években használtak még ilyen egyszer használatos rakétákat. A rakétának csúfolták, de gyakorlatilag egy óriási méretű bomba volt egy sugárhajtóműre. Valódi alkalmazásban be is vetették őket, de a siker az képes volt, ugyanis egy ilyen szerkezetet megépíteni, hogy rengeteg precíz alkatrész, nagyon lága fémből fölépítve, azt, hogy egyszer használjuk és nyom nélkül fölrobbanjon az egész, semmi értelme nincs. Tehát egyszerűbb eszközökhöz kellett folyamodni. Képen egyébként egy ma modernnek számító rakétahajtóműnek az üzemanyag tartályon látható. Folyékony hajtóanyagot tartalmaz. És attól tekintjük egyébként az elődeinél fejlettebbnek, hogy a rakéta végén, ahol a rengeteg hő kiáramlik és tolóerőt szolgáltat, óriási hőmennyiség hagyja el a hajtóművet. Ez a hőmennyiség őrekített alkatrészeket rendkívüli módon terheli. Az előadás második részében főleg erről lesz szó. Hogy csökkentsék ezt a hőterhelést, ezért az üzemanyagot előhűtött állapotban, vagy szobahőmérsékleten, az alkalmazástól függ, csőkígyóval leburkolják a rakétának a fúgótestét, így az előre el nem égetett üzemanyag fúgókatesten kívül kering, és leveszi ezt a többlet hőmennyiséget. Tehát maga az üzemanyag veszi föl azt a hőt, amit már az elégett üzemanyag kibocsát magából, ezáltal a hőnekített alkatrészek terhelése csökkenthető. Majd ez az előmelegített üzemanyag ugyanúgy az égéstérbe jut, és a saját hőjét ugyanúgy áll föl. Itt pedig a cecet típusú kísérleti hajtómű látható. Itt látunk a képen. Talán gyönyörű szép kék lánggal. Mik ezek? Tudja valaki? Segítek egy picit. Jég. Ez a hajtómű vizet éget. Viszont rendkívül alacsony hőmérsékleten keringetik benne a hidrogént. Ezeken a csillagnyilakban mínusz 250 fok környékére van a hidrogén leírva. Így gyakorlatilag a fúgókatest teljes hőmérséklete bőven 6 fagypont alatt helyezkedik el. Annak ellenére, hogy ezektől a méretes jégcsapoktól néhány centiméterre 2750 fokos gáz halad el. Ez egy óriási dolog, és pontosan az volt a célja, hogy a hajtóműveket légolcsóvá tegyék. Az ennyire extrém módon lehűtött üzemanyagnak, ugyanis vékonyabb fal bőven elég a tárolásához, ezáltal a hajtóműnek az anyagköltsége és a súlya is csökkenthető. Viszont tolóerőt ezzel kapcsolatban viszont nem veszik. Nagyon finoman szabályozható, és éppen ezért ez egy rettenetesen gazdaságos fajta hajtómű. Mi gondolnak, hogy mitől ilyen kék ez a, gázsugár? Miért ilyen szép kék látva? A kerozin is persze,
1 négyzetméter kritikus keresztmetszet ül a balfogókán, amelyen 100 kg per szekundum tömeghalad át. Ez szolgáltat majd a rakétát, azt tudja elő. Impulzus törvény és egyebek felhasználására feltételez, hogy a kilépő gázsugár sűrűségben legyen 1,2 kg per köbméter. A kilépő gázsugár térfogat áram a másodpercenként 120 köbméter. Összehasonlításként egy CFM 56 típusú sugárhajtómű. Rengeteg civil alkalmazásra repülőgépeken szoktak használni. 1960-as évek elején fejlesztették, és a mai napig gyártják. Egy hajtómű teljes terhelés, 100%-os teljesítményen másodpercenként 1,5 tonna levegőt présel át magát. Ebből kiszámítható, hogy ez a hajtómű 17.280 newtonnyi tóerő szolgáltat. Tekintettel arra, hogy egy ember testének az átlagos teljes felszíne 1,8 négyzetméter, én szembeállnék ezzel a gázsugárral, körülbelül a fele, tehát valamivel kevesebb, mint egy négyzetméter vagyok így, áramlási ellenállásként. Én 15.552 newton, nagyjából ennyi newton torlónyomást szenvedek el. Ha én mondjuk 100 kg lennék, nem vagyok tőle annyira messzi, hál' Istennek a felé, akkor én egyetlen pillanat alatt 155 méter per szekundumra gyorsulnék, ami közlekedésileg egy 560 km per órának felel. Ezért sugárhajtómű vagy rakétahajtómű mögött nem lenne benne egészséges tartózkodni, amikor az üzemel. Sugárhajtómű előtt sem egészséges tartózkodni, amikor az üzemel. Mert a beszívott oldalon rendkívül alacsony a nyomás. És akkor tulajdonképpen az történik, hogy a mögöttem lévő, egyébként befelé áramlásban lévő levegő fog engem betolni a hajtóművet. Rakétán a hajtóművek ugye előbb általában zártak szoktak lenni. Ott azért nem egészséges tartózkodni, mert a rakéta hajtómű még nagyon nagy sebességgel halad. Az nem kérdéses, hogy a rakéta hajtóművek jóval nagyobb tolóerőt szoktak szolgáltatni, mint a klasszikus sugárhajtóművek. Mert ma már elmosódtam ott a határok. Ebből következik, hogy egyébként egy rakétahajtóművel hamarabb elérhető egy hangsebesség, mint egy klasszikus sugárhajtóművel. Ismétlem, ma már azért mosódnak a határok. Tudjuk-e, hogy Lavalnak mi volt a megfigyelése, amikor hangsebességgel foglalkozott? Illetve ő csak megfigyelte, hiszen neki az volt a célja, hogy a saját maga által tervezett gőzturbináját, mint akkor még ugye nem nagyon beszélünk csak gőzturbinákról, amikor ő jött és alkotott, az ő teljesítményét növelje. És ezt a kísérletet most csináljuk meg, hál' Istennek eléggé csendben hozzá. Mi történik, amikor elérjük a hangsebességet? Ezért hoztam ezt az eszközt. Amivel jól számértethető, hogy mi történik. A hangsebességet viszonylag egyszerűen lépjük. Szuper. Nagyon lassan és óvatosan növelni fogom a teljesítményt egy bizonyos határig. És ez volt az ő megfigyelése is. Itt kellően alacsony gázsebességet látunk, és a hozzátartozó hangot. Halljuk ezt? Halljuk ezt a recsegő, ropogó hangot közben. Ez a transzonikus sebesség. Apró turbulenciák jönnek létre a kiáramló gáz határ rétegén, és ennek következtében hallhatóak ezek a recsegő, ropogó kis mini robbanások. Viszont, hogyha a teljesítményt tovább növelem, mi történik?
Tisztázottan a teljes ciklus. Most nagyon jól hallható. Mit tapasztaltunk? Szóval mit tapasztaltunk? Ennek a dolognak két összetevője van általában. Egyszerűen megnéztük. Amikor kinetikus energiát vizsgálunk, pontszor V négyzet. Ugye van két része, az egy-kettedet hagyjuk, azt én azért szoktam így kiemelni, mert akkor mindig emlékszem, hogy valahonnan ezt integráltam. Lesz egy tömegáramom, egyik része, és lesz egy sebességet. Szubszonikus, azaz hangsebesség alatti tartományban, ezek szépen együtt növekednek, látszik, hogy egyébként ez egy parabola. Egészen, amíg el nem érem a hangsebességet. Ez a probléma. Itt értem el azt a kritikus sebességet, egy egyszerű fúvókával. És onnantól kezdve a modellnek alapvetően megváltozik a dinamikája. És ez a függvényben is látható töréspont, és onnantól kezdve a teljesítményem csak lineárisan nő tovább. Nekem az lenne az ideális, hogyha ez ugyanúgy parabolaként tudna folytatódni. Mi történik? A hangsebességet elérve a négyzetes tag, ami a parabola évért lenne felelős, megáll és nem növekszik tovább. És onnan csak is a tömegáram növekszik tovább. Tehát a hangsebességet átlép egy óriási nagy gát, hiszen ha a teljesítmény növekszik tovább, akkor csak a tömegáram növekszik, a sebességgel viszont azon a kritikus értéken megáll. Nem növekszik tovább. Viszont egy kísérő kellemetlen jelenség, amit hallhatunk is a gőznél, elkezd exponenciálisan erősödni. Hát ebben a tartományban, lavarfúvóka nélkül a zaj kezd el növekedni. És pontosan ez a kulcsa, amit lavar megfigyelt, és utána kidolgozott rá egy megoldást. A zaj nem más, mint a levegőben vagy bármilyen folytonos közegben nyomás hullámként terjedő megnyilvánulása a teljesítménynek. Viszont, hogy a zajnak ismerem a terjedési sebességét, pontosan úgy. Innentől kezdve a zajt én vissza tudom terelni a tömegbe, akkor ez a lökés hullám valamilyen falról visszapattanva az előtte lévő áramlék közeget tovább löki, és így a kritikus sebesség fölé gyorsítja. És ezért van szükség egy lavarfúvókában a bővülő keresztmetszetre, a legszűkebb keresztmetszet után. Az ott kritikus sebességet elérő gázok zaja fogja az előtte lévő gázokat tovább lökni, tovább gyorsítani. Ennek két érdekes jelensége van, és egy másik nagyon kedves fizikus nevét kell említenünk, Mach. Érdekes dolog megfigyelni, hogy szuperszonikus sebességnél mi történik, mit látunk, ami nagyon nyilvánvaló, főleg vadászgépeknél látszik, amikor a Földön tesztelik és rámadják a kakaót. Furcsa, alakzatot látunk a gázban, ahol a hőmérséklet és az entalpia egyébként óriási nagy csúcsokat szenved el. Ezeket maggyémának hívjuk. Tehát maga az áramlás konvergens divergenssé válik, és az áramlás közben saját magát metszi. Tehát magyarul, ha trajektóriát szeretnék elrajzolni, akkor azt úgy tehetem meg, különböző keresztmetszetekben az áramlásom körülbelül ilyen. Én ezt életemben is láttam rengetegszer, és valóban megfigyelhető egy másik jelenség, hogy ennek a gázáramnak a burkoló görbéje az valóban nem egyenes. És ahogy sebességet veszít ez a tömegáram, ezek a gyémántok egyre inkább sűrűsödnek, majd egy bizonyos sebesség után természetes divergens szétágazó alakzatban folytatják a továbbterjedést. Ez az a határon
ahol már elveszítjük ezt a pattogó mozgást, és majd mindjárt megmagyarázom, hogy milyen pattogó mozgásra hívom, innentől már hangsebesség alatti a gáz sebessége. Azért mondom pattogó mozgásnak, mert ezért az alapért, ugye az a jelenség a felelős, hogy a nyílási sebesség a kilépés után olyannyira extrém magas, hogy a nyugvó levegő is betonként kezd el viselkedni, és a nagysebességű molekulák pattognak, mint a vízen a kacsázó kavics. És ez a jelenség felelős ezért az önmagát metsző keresztül kasul hullámzó áramlásért. Hát ez a lelke alapja a fúvókának. Megérteni a jelenséget viszonylag nehéz. Utána viszont, aki tervezni akar vele, már viszonylag egyszerű képletek állnak rendelkezésére. De mindig ismerni kell a környező levegőnek a nyomását hozzá, hiszen a hangsebesség az nem olyan konstans, mint mondjuk a fénysebesség. Tehát a közegnek a nyomása az befolyásolja. És ez fontos. A transzonikus sebesség, amit a fúvókán láttuk és hallottuk, hogy recseg ropog az áramlás, ez egy rendkívül veszélyes folyamat, egy rendkívül veszélyes állapot. Professzor úr valószínűleg tudna volna mesélni. Miért veszélyes? Itt még ugye nem űrhajóról beszélünk, csak egy repülőről, de rakétáknak is azért szoktak szárnyakat tervezni, hogy valamivel irányítsák a pályát, ahogy ő halad. Teszek egy pontosítást. Számomra olyan, hogy felhajtó erő nem létezik. Felhajtó feszültség van. Elmagyarázom, hogy miért. Ugye a szárnyak felületén feszültség jön létre. Hogy lehetséges? Veszünk egy egyszerű szárnyprofilt. Látjuk, hogy azért aszimmetrikus alakja van. Kérdem én, hogy tudnánk szárnyat épészetileg definiálni? Két szóval. Szivattyú ugyanez. A szárny az egy nyomás szétválasztó gépelem. A szárny felületén nyomás szétválasztás zajlik. Méghozzá a levegő elterelésével, irányított elterelésével. Ez nem a monogramból, hogy ott bárki félreérteni, ezek az alkat. A belépő él, leading edge, a kilépő él, azaz trailing edge, a nyomott oldal, pressure side, és a szívott oldal, a suction side. Hát az a különbség, hogy itt nagy lesz a nyomása, itt pedig kicsi. Ebből következőleg a légáramsebesség a száj két oldalán sem egyforma. Ez a differenciálódás terjel nekem majd egy erőt. De erő, mint olyan az számomra egy kicsit furcsa értelmezhető fogalom, mivel ennek van egy felülete, ezért mondom azt, hogy ez egy felhajtó feszültség. Ennek a szájnak legyen A négyzetméterrel teljes felszín, ami felhajtó erőt fog termelni. Hát ugyanúgy nyomás dimenzióban felhajtható, ezt a részét nevezzük felhajtó erőnek. Számomra az felhajtó feszültség, hiszen a száj teljes felülete termel. Csak azért, hogy egyszerű legyen a képlet, ezért számolnak vele úgy, és azért nevezik úgy, hogy felhajtó erő. Egy Cessnának egyébként ugye 16 négyzetméter az összes száj felülete, és annyival már még a levegőben van. Visszatérve ide, ahogy itt említettük, nyomás szétválasztás zajlik, tehát hogyha mozog ez a szárny, akkor differenciálódik rajta a nyomás. A repülőgép éppen ezért nem állhatni a levegőben, hiszen ez a nyomás szétválasztás is megszűnik. A helikopternek könnyű dolga van, hiszen ő tud egy helyben lebegni, mert közben a fölé csavarom a szárnyak, ugyanúgy forgó mozgást végezve folytatják ezt a nyomás szétválasztást.
Ennek van egy határa. Meg tudjuk-e mondani, hogy hol van ez a határ? Az egyik a hangsebesség. Amit láthatjuk az ábrán, hangsebesség alatti tartományban, ugye a Hall effektussal modellezve, amikor jön a vonat és magasabb frekvencián halljuk a dudát, amikor megyen a vonat, akkor egy fél oktávval lejjebb halljuk ugyanezt a dudát, az egy frekvenciás sugárhoz. Csak az a helyzet, hogy amellett felé halad, mivel ő pontszerű forrásként minden irányba egyenletes sebességgel szórja szét a lökés hullámokat, ezért, hogyha ő relatíve elmozdul valamihez képest, akkor amerre felé halad, ezek a nyomás hullámok besűrűsödnek. Ezért magasabb a hangja, mármint magasabb frekvencián halljuk. Amint elhagyta, ott ugye ezek a lökés hullámok kiritulnak. Ez egész addig igaz, amíg ellenérjük a hangnak a terjedési sebességét, ahogy látjuk, egyetlen egy pólusba, egyetlen egy pontba sűrűsödnek, méghozzá pontosan a pontforrás helyén ezek a lökés hullámok. Tehát magyarul a száj felületén a nyomás folyamatosan csak alakulik. Ezt, hogyha nem haladjuk meg ezt a sebességet, akkor a végtelenségig növekszik a nyomás. De tudjuk jól, hogy végtelen nem fogjuk elérni, mert az anyag hamarabb közben szól és szétszakad. Tehát transzonikus tartományban repülni azért veszélyes, mert előbb-utóbb a fénynek a testét szét fogja térni az anyagás. Amint ezt pilóták, úgy tudom, képzésben benne is van, hogy ez magát a hangsebességet a lehető leggyorsabban át kell mérni. Különben baj lesz. Ugyan. De pilóta maga nem is hallja a hangrobbanást, hiszen ő már elhaladt. Ezért veszélyes, mert egyébként nehéz észrevenni. Egy kívülről persze borzasztó látványos, ugye a pára kicsapódik. És hangsebesség fölött maga a tárgy, ami létrehozza a hangfullámokat, minden ilyen lökés hullámot hátra tud hagyni. És ennek van egy burkoló görbéje, amelyeket itt is láthatunk a különböző helyeken létrejövő lökés hullámok. Volt az első része az előadásnak, és térjük rá az anyagtudományi részre, kicsit érdekesebb számomra. Papíron mindent tudunk, bármit ki lehet számolni, az más kérdés, hogy a valóságban ez működik-e vagy sem. És jelenleg is, mint ahogy a régmúltban is, mindig az anyag válaszolt a végén, hogy megy vagy nem megy. Itt ugye mire gondolhatok? Vegyünk egy projektet, rakétát kell csinálni. A tender jön a pénzügyön, mert óriási piaca lesz. Mindenki rájött. Az első intézet megkapja rögtön a charter anyagot. Nincs nagy dolga, felmondjuk, amikor a képleteket dobálja. 4000 fok lesz az égéstérben, ekkora tömegára meg egyet. Átadja a gépészeknek, ilyen tömegára, jó, ilyen átmérőjű, ilyen geometriai fogókkal lesz majd. Leméletezik egy gyönyörű szépen. Ez elmegy a anyagtudományi tanszékre, és így visszatudják, hogy menjetek a csodába. Ilyen anyag a világon nincs, ezt kibírná. Hova fog visszakerülni a projekt az első visszautasítás után? Könyvelés. Ennyi azért nem rossz a helyzet. Visszamegy a gépészekhez. Szerintem nem megy. Túl sok a 4000 fok. Önök mit döntenének? Egy ilyen csapat. Feleszünk. Van egy két rakéta. Akkor csak 2000 volt. Kettőből összeadom, ugyanaz a probléma. Visszamennek az anyagszerűen, ilyet már tudok. Megmenekült a projekt. Ebbe szeretnék egy picit betekintést nyújtani. De dolgoztam is, és éppen ezért erről többet tudok mesélni. Ezek a témakörök lesznek építve. És itt majd a kedves hallgatóságot is be fogom aktívan mondni ebben. Jó játék. Szóval ez az öndiffúzió aktiválási hőmérsékletről. Ez egy érdekes fogalom, ezt úgy hívják, hogy rekrisztalizációs határanyag tudományból. Erre a szabványosított eljárás a pulszás vizsgálat. És a teljes épményünk határát tudhatjuk meg belőle. Tehát, hogy mit bír az anyag. Veszünk egy próbatestet. Megformázzuk, kiporírozzuk gyönyörű szépen, és berakjuk a gépbe. Mit fogunk mérni?
mit mérünk még? Erő. Mi a harmadik faktor? Idő. Az nagyon lényegtelen. Mi a hőmérséklet? Persze. Igen. Na, megkezdtem utazni. Egyenletesség a labi. Történik vele valami, tovább növekszik. Itt van a szakító szilárdságpontja, tehát a maximális mérterő. Ez nagyjából az anyagtudomány legereje. Ebből tudjuk, hogy a rugalmassági határa az ennyi. Ha idáig kellem az anyagot ekkora erővel adott keresztmetszeten, tehát megvan az a feszültség. Ha megszüntetem a feszültséget, az eredeti méretre visszatér. Ha ezt meghaladom, már nem fog, és azzal arányosan bármelyik ponton, egyébként ezzel a egyenessel párhuzamos húzva, visszaszámolható, hogy mennyi lesz a megváltozott hossza a kúvadarabnak. Még a szakadás helyén is. Nyilván, hogyha ezt a háromszöget leintegrálnánk, mondjuk egy derékszöge háromszöget nem vagy tudomány leintegrálni, akkor megkapjuk azt a munkát, ami rugalmas energia két az anyag képes tárolni, de nem is igazából ez a lényeg. Itt látható a különböző fogvatestek. Ez a határ, amiről szó van, ezt úgy is tudjuk számolni. Tudjuk a vasnak az olvadás pontját? Mennyi? Leszik? Yeah. Adjunk hozzá 273-at. Tehát az a kritikus újrakristályosodási határ, hogy bármely anyag olvadás pontja szigorúan kell védnem, hogy szorozban 0,4. Majd ezt, amit kimondjuk a 273-at, megkapjuk azt a 710-valahány fokot. Mi történik? Ez technológiai egy nagyon fontos követelmény. Ez alatt beszélünk az alapfémeknél hideg alakításról. Hőmérséklet fölött, ha alakítom, azonnal egy szekunder újrakristályosodás jön létre az anyagba. A kettő között mi a különbség? E kritikus hőmérséklet alatt a darabot kalapálva, húzva, hajlítva, gyűrve, gyilkolva keményedik. E fölött viszont nem. Nem lesz keménység különbség a kiindulás és a végtermék alakja között. Viszont egy hideg alakítottom, ez kritikus hőmérséklet alapban, jelentős szilárdságbeli különbségek vannak. Ez tekintette a hitiparkban a második nagy forradalmat, és jelentek meg a hideg alakításos eljárások, aminek jóval nagyobb az energia szükséglete, viszont a darabok jóval tartósabbak is, hiszen a lányállapotból rögtön a megyünkállás végére egy nagyon kemény anyagot tudtam csinálni, edzés nélkül, és tudjuk nagyon jól, hogy a hőkezelés pokoli lába. És mi történik, ha a kúszást vizsgálom? Ebben az esetben ezen a néhány próbatesten kúszás vizsgálatot csináltak. A kúszás egyébként ezeknél az alkatrészeknél azért fontos, mert állandó feszültsége és állandó hőmérsékleten tartjuk. Szépen nyúlik az anyag. Egész addig, amíg szét nem szakad. Azért kritikus ez a fajta vizsgálat, mert emlékszünk a cece hajtóműre, ahogy gyönyörű szép jégcsapkodóktak a kilépő hajakon? Hány fokos volt az égés? Hőmérséklet? 2730 fok. Ez pedig a vasnak az olvadás pontja. Ennél jóval lejjebb van a lágyulás pontja a kritikus hőmérséklete. Tehát olyan alkatrészekről beszélünk, ahol a vas már régességen olvadék állapotban van. És nekünk az a stabil üzemmeleg állapot. Miért a következtetés? Olyan anyagokat fogunk használni, amiben a vas már szennyező lesz. Igen, ezek borzasztó hosszú ideig tartanak. Általában gyorsított tesztek is 30 évig tartanak. Szerintem polírozott csiszolatot mindenki látott már, hogy hogy néz ki az anyag kristály szerkezete, mint ugye. Ez is rendkívül fontos. A durva szemcsés az anyag. A következő vizsgálatoknál majd meg fogjuk látni, hogy miket okoz. Ha nagyon finom szemcsés, akkor meg az a baj, hogy nem lehet vele dolgozni, mert annyira kemény lesz. Hát mindig kell egy optimumot keresni. És ez gyakran kihívás, hiszen a hőkezeléseket és a különböző megmunkálásos, alakításos, forgácsolós eljárásokat is ehhez kell igazítani. Ez
nagyon összetett feladat. És ilyenkor mi az első? Már megvan az alkatrész, megcsináltuk rá a technológiát, csak azt szeretnék látni, hogy az anyag szövete jó. Flex. Vágok belőle egy darabot, epoxiba kiöntöm, elcsiszolom az alját, szépen kiporírozom, és megy a mikroszkóp alá, megnézem, hogy mit mutat az anyag. Én fogok egy pár érdekes képet mutatni. Ez napi rutin egyébként ebben az iparban. És nem csak az anyagokat kell így minősíteni, hanem a rá applikált bevonatokat is. Az meg még egy bonyolult folyamat. Itt láthatunk egy pásztázó elektromikroszkópos képet. Egy bizonyos anyagról. És ezek alapján mondja meg valaki nekem, hogy ez most megfelelte az anyag, vagy nem. Mi az alkalmazás? Minek kell megfelelni? Itt arról van szó, hogy egy pár száz elektromikroszkóppal röntgen sugarakat bocsátunk ki a darabra, a vákumban. Szomszédban is van egyébként egy elektromikroszkóp, nem kell nagyon messzire menni. Az elektron pályák kerülnek gerjesztésre, majd a visszatérő elektronokból lehet következtetni arra, hogy milyen atom válaszolt. És ezzel megismerhető az anyagok kémiai összetétele, még az is, hogy milyen intenzitás sűrűséggel válaszolnak ezek a hullámok. Az is meghatározható, hogy milyen fajta atomból azon az adott picike kis területen, amit vizsgáltak, mennyi van. És egy viszonylag pontos kémiai összetétel meghatározható ezzel az eljárással. Egyetlen egy hátulütője van. Itt meg tudná ezt nekem valaki mondani? Négy-öt atomsorig lemegy az felszett. Igen, ez lehet egy hátrány, valóban. Van egy másik borzasztó hátrány. Nem látom az összes állat. Az alumínium és az annál kisebb rendszárban egyszerűen nem látszanak. Nem reagálnak erre a lejárásra. Arra egy sokkal precízebb lejárásra van szükség. Főleg, hogyha mondjuk egy darabnak a felszínét vizsgálunk, az úgynevezett top sims. A plazmasugárral bombázzuk a felszínt, majd parányi részecskék szakadnak le róla, és azt nézzük, hogy mennyi ideig repül, és milyen ionok lépnek ki belőle. És a kilépő ionoknak a úgynevezett másodlagos ion tömegspektroszkópiája, ez a sims, alapján határozzuk meg, hogy mi van rajta. Ez egyébként akár egyedi atomot is képes indikálni. Tehát, ha egy millió atomból egyet megfogom a más, az adott felületre, végig tapogatja, és kapok egy jelenséget. Mi ez a baj? Mert hogy van vele baj? 5-2 is. Ötlet? Tehát az örvényeket kelthet az áramlásban. Itt nem áramlásról beszélünk, hanem az alkatrésznek az érdességet közvetlenül mérem. Hát a kutás. Gyémánt azért az nem szeret kopni. Nem. De igen. Valóban az egyik az, hogy a gyémántnak a kinematikai nyoma, az látszik a darabban. Tehát én megtapítom ezzel a gyémánttal a felszínt, ekkor is tolom. Ez egyik. A másik, az, hogy a gyémánt csúcs 45 fokos, igen? Hát, hogy vannak olyan érdekesség részek, amit nem tudnak. Ez az. Pont ezt akartam mondani. Igen, a gyémánt maga szűrőként funkcionál, és csak egy indikált felületet fogok kapni, nem pedig a valóság. Valamilyen ötlet van, hogy ezt hogy tudnak kiküszöbölni? Lézer. Egy lézerdiódát, mint ez is, ide-oda mozgatok, és szépen lassan halad előre. És a visszaérkező jelekből, ugye a fényhullámhoz elhajlásából a magasságot gyönyörű szépen akár 100 mikropontosan is meg lehet határozni. Persze ez annak is függ, hogy mekkora felületet tapogatok le. Ennek is van egyébként hátrány, ez jóval pontosabb képet ad. De vegyünk egy homokszolt területet, hogy néz ki. Nagyjából mint egy köszönő terület, ugye? Egy plazmában rászólok egy alapozó port, mert hővédő kerámiát szeretnék látni. Ezt látni fogom? Na, erre még nem létezik olyan eljárás, amivel ezt is bele tudnék nézni ezekbe az úgynevezett ordorozónákba. Azért szükséges ilyen felszínt létrehozni, mert a kerámiát, amikor én 14.000 fokos plazmalányjal szúrom rá, mert festjük, először ezek a kis zsákokba hatol be a kerámia por, majd ezekből alakul ki a kerámia vastagsága.
felületet, majd az első spréjra befújja ezt a felületet. Általában vagy zöld, vagy lila színe van. Megiszok egy kávét, hagyok neki 15 percet. Egy nagyon pici molekula méretű folyadékról beszélünk, amely a repedésekbe beható. Visszaérek 15 perc után, és lemosom az egészet vízzel. A felszínről eltűnik a festék, a repedésből viszont a víz már nem tudja kimosni. A két egyzősnél van egy olyan történet, hogy a második úgynevezett előhívó sprayvel befújjam, ez egy fehér halot képez, és ahol repedés van, ott lila színűen elkezd végezni ez a fehér hal. Ez jó, mert látom rögtön, hogy ott repedés van, de ezt nem látom, hogy milyen alakja van. Ahol az alakja is számít, az egy komponensű verziót használják, ahol a vízzel való lemosás után UV lámpával megvilágítva zölden védít a repedés alak. Ennek ugye többféle verziója is van, és általában extrém magas hőmérsékletek miatt létre is jön a rakétahajtóműveken is. Az első, az átrepedés, ez a legveszélyesebb. Azt történik, hogy a magas hőmérséklet hatására egy nukleáció jön létre, vagyis kialakul egy mikrorepedés, aminek a felszínén az anyag megváltozik, majd ez kitörik, elmegy a gázáramba, szüzen, ott hagy egy árkot, aminek a felszínén újra megtörténik ez az anyag megváltozás, újra összetörik, kimosódik és szépen lassan a repedés tovább terjed. A második az a bevonatokra jellemző, az úgynevezett spinell esedés. És a harmadik pedig az alapozó bevonat tönkremenettel, ez általában technológiai ellehetetlenülésnek az eredménye. Ezekre mind mutatok fotóval példát. És itt kérnék egy segítséget, hogy szeretnék most egyet minősíteni. 10 darab számot kérek, megmutatom, hogy mi az a vegyvonaloszlás. Tehát felírunk 10 darab számot emelkedő számsorrendben. Jöhet az első szám. Következő. Jóval nagyobbat. Pártalan. Jóval nagyobbat. Kettő ezer? Jó. Most csak egy picivel nagyobbat. Három számunk van. 3200. Picivel nagyobbat a 2000. Tessék? Jó. 2017. Nagyon aktuális. Egy picivel nagyobbat. 17,3. Egyen már egészen. 2032. 2032. Jó. Most lehet egy picit nagyobbat. 3896. 2, 3, 4, 5, 6. Még négy szám kell. Mehet egy nagyobb szám. 5300. Először, másodszor. Na még három szám. Mehet most már nagyobb. 6286. Mennyi? 6286. Nagyon szuper. Na még kettő. 13000. Jó. És még egy utolsó. 17.621. Na nézzük, hogy mit csináltunk. Tíz százalék, 10 darab lépcsőben. 3, nem fogom mindent felírni. 137. 7000. Hozzá 17, hozzá 32, utána van egy nagyobb ugrás, 3896, többi meg. Háromnál kiesett a 10 mintából az első, tehát a meghibásodás üzemórában, harmadik órában az első 10% tönkrement. 137 óránál 20% ment tönkre a halmazó. És így tovább, és így tovább. Tehát nagyjából mit fogunk kapni? Egy hasonló körületet, ugye? Tehát szalad a végtelenre. A legutolsó az már 17000 órán van többre. Nekünk az a feladatunk, hogy olyan anyagot válasszunk, ami megközelítőleg a meghibásodási valószínűség a minták zöménél egy nagyon szűk időintervallumban esik.
nagyjából sikerült is, pedig csak véletlenszerű számokat mondtuk. Ez a Bejgúlen oszlás. És ezt logaritmikusan szokták ábrázolni, hogy az üzemórát log 10. Mi történik? Különleg ezt a kritikus szakaszt, ez egyenes lesz. Persze, ha lesz egy kis bizonytalanság, és azt mondom nekem, 3000 óra kell. Hol fogjuk metszeni 3000 órát? 2032, 10, 20, 30, 40, 50 százalék. Tehát az a helyzet, hogy a 3000 órában ez a mintasereg csak 50%-os biztonsággal bírja. Igaz, hogy fölfelé ezt extrém jó eredményeket is elértünk, az a probléma. Mit mondunk? Milyen pecsétet fogunk erre a minősítésre adni? Minimum 80% kell. Tehát magyarul ezeknek is legalább 3000 vagy a fölött kellett volna, hogy legyenek. És úgy is nehéz egyébként egy verbújra megfelelő minősítést adni, hogy tulajdonképpen az összes mintám mindegyike 3000 üzemóra felett ment tökre. Akkor is, hiszen a Bejgú regressziója indikálja azt, hogy egy bizonyos néhány 10% az bizony hamarabb tökre fog menni, mint az előírt üzemóra. Nagyon érdekes, de az összes anyagfáradás ezt a Bejgúlen oszlást követi. Nézzünk példákat a tönkremeteletre. Itt látható egy nukleár tepelés. Ebben a helyzetben látjuk ezt a sötét szürke részt, ez nikkeloxid. Tehát a nikkel is képes ezeken a hőmérsékleten már oxidálódni. Ez pedig a spinellesedés, amikor az alumínium, króm-alumínium kettős fázisú szövet egyszerűen egy koronkristályjá átbillen, rácsárbillen is következik be, ami borzasztóan kemény, hiszen köszönműkőként használjuk, de rettenetesen rossz hővezető. És innentől kezdve maga az a hőpajzs szűnik meg hőpajzsnak lenni, és kész a katasztrófa. Látható a különböző formája. Az alapozó bevonat, ez egy köztes fémréteg, az alapfém és a kerámia között. Szórás után közvetlenül így néz ki a földön. Ilyet már nem lehet mérni fénnyel sem. 216 órányi fárasztás után, ami 1010 fokon, folyamatos 1010 fokon következik be, már 3 mm vastagságban látható egy nukleár réteg. Ez oxid. Ebben az esetben ez kobalt-oxid. Majd a darab teljes egészében tönkre megy 1944 óra, 1010 fokos fárasztói időjétől. Ezt jelenséget úgy hívjuk, hogy forró korrózió. Rendkívül veszélyes, hiszen az alapfénynek a rugalmassági tulajdonságai nagyon hasonlóak a bevonatéhoz. Itt vannak összeremlelve, hiszen a hőtágulást le kell követni a bevonatban. De az oxid nem ilyen. Az merevebb. A magyarul mi történik? Ez a hajtómű szépen üzemmeleg állapotba kerül, megtörténik a dilatáció, és tenyérnyi darabokba hullik le a hővédő réteg, mert ledobja magából a kerámiát. Ez pedig az egyik kedvencem, és ez már nagyon a vége, az úgynevezett szénasz. Professzor úr, ön szerint erre miért van szükség? Főleg a régi orosz repülőgépeknél volt az a szlogen, hogy ha füstöl, akkor nem zuhat. Hogy általában úgy is szokták mondani, hogy ha nem füstöl, akkor az már zuhat. Tehát rettenetes forgaló képek voltak. Tehát amikor elégettem az üzemanyagot, ez rakétahajtóműre ugyanúgy igaz, mint sugárhajtóműre, nincs különbség. A forró gázok mellett parányi, nagyon kemény, szilárd szemcsék is utaznak, amelyek szépen ezeket a hővédőkbe valahogat elkezdik koptatni. És a CMAS pontosan erre reflektál egyébként, ugye ezek jellemzően a kalcium, magnézium, alumínium és kén összetevőire. Nanométerestől a néhány 10 mikrométerig terjed a méretük. És azért szabványosították ezt az eljárást, hogy a főleg a nagyon kemény kerámia bevonatoknak az élettartamát vizsgálják. Hogy mennyi koptató hatást képes elviselni, mielőtt kritikus vastagsága vékonyodik el. Mert utána már nincs meg az a vastagság, ami a hőszigetelést biztosítaná.
itt látható egy végeredmény, ahol látjuk egyébként, hogy szinte simán korítozta ez a por a kerámiát, és vannak olyan helyek, ahol már az alapréteg is látszik alatta. Nagyon jó felvétel. Ezt egyébként úgy modellezik, hogy legyártják a mintát abból az anyagból, azzal a kompozícióval, azzal a kerámiával, majd a hajtóanyagra jellemző, vagy azon azonos üzemanyagot égetnek, és ennek a korát közvetlenül nagy sebességgel rá fecskendezik erre a mintára, egyetlen egy pontba sűrítve, majd azt vizsgálják, persze van egy hőelva, ami folyamatosan rögzíti a hőmérsékletet, és azt vizsgálják, hogy a hőmérséklet hány óra után kezd el radikálisan növekedni. Tehát magyarul a hőszigetelő hatás megszűnik. Erre is megmondják, hogy gyorsított tesztnél, hogy nem 1010 fokon, hanem 1180 fokon vizsgálják, 300 óra. Mert az azt jelenti, hogy 1010 fokon 30 év például. Ez szintén bejúrva oszlás követ, mert ugyanolyan tudom, hogy egy eljárás. Hát itt szó szerint a szimuláció nem segít, le kell gyártani, és addig gyilkolni, addig tökre nem megy. Beszéljünk egy picit a legújabb trendekről, főleg a SpaceX-el kapcsolatban. Mert a régi klasszikus űrhajókhoz használt rakéta hajtóművek miatt, ezek erősen háttérbe szorultak. A hőskorban még nagyon sokat foglalkoztak vele, aztán egy időben megrekedt ez a trend. Nem foglalkoztak vele tovább. Ennek van egy nyilvánvaló oka. Ezeket egyszer használják. Tehát, hogy megy fölfelé az űrhajó, kiéget, dobja le magáról, gyújtja a következő fokozatot, hogy gyorsít tovább. Az is kiéget, dobja le magáról. A SpaceX-el ez a tendencia újra előtérbe került, és megint nagy nyomás volt a tudósokon, hiszen innentől kezdve ennek a rakétának vissza is kell tudni térni, méghozzá úgy, hogy kellő mennyiségű üzemanyag maradjon, amelyen befordítva a hajtóművet az utolsó szekcióban lefékezi magát, majd vissza a park pozícióba. Ez óriási dolog, csak az a helyzet, amit egyszer igénybevételre terveztünk, és az jó van. Most akár 8-10-szer akkora igénybevételre kell tervezni, hiszen ezt a hajtóművet többször kívánjuk használni. Ez teljesen egyértelmű, hogy óriási kihívások elé állít bennünket. De gépészetileg egyébként és teljes egészében ugyanaz. Nagy forróság, nagy túlerő és dalalfúvókat. Köszönöm szépen!